Krecsó Krisztián jelmezbá című kötetét szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani. Nem friss kiadású könyvről van szó, ez tavaly jelent meg az ünnepi könyvhétre, és azóta kacélkodunk már a gondolatait a könyvtárban, hogy elhívjuk majd Krisztiánt a könyvének a bemutatójára. Volt is egyébként decemberben itt, egy másik program keretében, akkor Kollár Klemenc Lászlóval egy irodalmi estet tartottak. Egyébként azon az esten olvasott fel ebből a kötetből. Nem túl vastag könyvről van szó, de egyébként aki Gercsó Krisztián stílusát ismeri, tudja, hogy elég olvasmányos, nagyon szórakoztatónak is mondható, viszont magas színvonalú irodalmi írásról is beszélhetünk egyben. A történet, amit jelen esetben választott, igazából nem egy egybefüggő történet, viszont egyes elemei megjelennek ebben a novella füzérben. Visszatérő elemek vannak, visszatérő szereplők vannak, és valami összekapcsolja az egészet, és valami lappang a háttérben, amit nem láthatunk, talán éppen erre is utalhat a könyv címe, a jelmezbe. Tehát ami nyilvánosan nem látható, csak sejthetjük, hogy valami összekötő kapocs van a háttérben, ezek között a történetek között. Rögtön a legelső egyébként egy nagyon izgalmas, kicsit terjedelmesebb novella, ami egy 1960-as években lezajlott gyilkosság sorozatnak a nyomára vezet bennünket, és feltárja annak a hátterét, illetve a megoldását. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom, érdemes valóban elolvasni, és bízom benne, hogy találunk majd alkalmat arra, hogy a szerzőt vendégül láthassuk, és ő is bemutathassa részletesen, hogy milyen elemekből, milyen háttérre építette fel ezt a regényt, illetve ezt a novella füzért.